kemény fagyok ellenére kevesebb madár van az etetőkön. Erről a jelenségről, valamint egy új begyféléről, ami megjelent Magyarországon, erről beszélgetünk Orbán Zoltánnal. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Na mi ez, hogy kevesebb madár van az etetőkön? Minek köszönhető ez? A nagy hidegbe elbújdosnak, elrepülnek? Igen, de az egész dolgot a tél elején kell kezdeni. Ez volt a negyedik olyan télkezdet volt, amilyen ősziesen enyhe idővel indult, és egész Európában, sőt azt lehet mondani, az ázsiai térségekben is, északon, a sarkörön túl is hómentes enyhe idő volt, és egyszerűen kevesebb madár jöhetett le északról, illetve ami itt volt Magyarországon, itt maradt vagy ide érkezett, azok nem koncentrálódtak a lakott területekre, mert kint bőven találtak maguknak kaját. És akkor erre a mondjuk egy ilyen havas, keményebb télkezdeti évhez képest mondjuk 25-30%-kal madár van csak a lakott területen, így érzi az ember az etetőn. Erre jött ez a rettenetes hideg, és az ilyen nagyon markáns meteorológiai eseményeket 2-3 nap előbb érzékelnek a madarak, hogy legyen idejük elmenekülni előle. Akkor nem kell őket félteni. És nem, és ez a nagyon kemény tél elől az eleve kevesebb madár repült is még tovább. Lecsökkent a számuk, mert délebre húzódtak. Tehát én is egy normál télen mondjuk eletetek 5 zsák magot, ilyenkor már 2,5 zsáknál szoktam tartani, nem ment el még egy negyed zsák sem, mert egyszerűen annyira nincs madár. És akkor persze, amikor az emberek megijednek, hogy biztos a ragadozó madarak miatt, vagy a madárbetegségek miatt, szó nincs ilyenre. Egyszer csak van eszük és elmerek. Persze, hát ugye, mert ugye akinek nincs ennyi esze, az pórójára az elpusztul. Tehát ez náluk ez egy ilyen nagyon fontos képesség, hogy ezt tudják előre érzékelni és elmenjenek, mert különben nem élik túl azokat a kemény napokat. Akkor gyanakodnunk is kellett volna, hogy üresek a madáretetők mostanság. És nekünk is menekülni kellett volna délre. Kemény idő. Igen, kemény idő van. Na és mi ez a szibériai szürke begy, ugye, aki... Igen, ez nyilván sokan mosognak, hogy ilyen dolgokról beszélgetünk, de hát ez egy ilyen kis tündi-bündi dolog. Arról van szó, hogy a szibériai szürkebegy, hogy a neve is mutatja, a legnyugatibb fészkelő terület az az Urál. De egyébként onnantól egészen a távol-kelet északi térségeig fészkel, és Európában nagyon ritkán fordult elő. 2005-ig talán 32 alkalommal láttak. És ennyire lent délen nem is fordult elő, és tavaly ősszel valami miatt 212 madarat találtak október 4, november 6-a között, és hát ezt a felvétel látott madarat is, ezt én Dániába utaztam el, hogy sikerüljön látni. Ugye ez arról van szó, hogy vannak olyan emberek, akik gyűjtik a fajokat, életük során hány fajt látnak, és ezért a madárért mondjuk el kellene utazni valahova a távol-kelet szibériai térségekbe, ami nagyon nehéz megszervezni. Dániába egyszerűbb volt eljutni, és egyszer csak Magyarországon is megjelent, és ami igazán izgalmas volt, hogy nem a profik találták meg, hanem egy ilyen amatőr madár megfigyelő hölgy föltett a Facebookra 3 fotót, hogy ez milyen madár, és a profik, akik ott segítették a madárhatározásba a kezdőket, nem akarták elni, azt hitték, hogy ez valamilyen januári tréfa, és nem az volt, és másnap kimentünk a Szentendrei-sziget, és sikerült is megtalálni. Pont ezt beszéltük Lucával, hogy vajon hogy van ennek a folyamata, hogy az hogy ember meglátja, ott egy szürkebegy, nézd Luca, és biztos az. Tehát, hogy... És mi nem vagyunk olyan jó madár megfigyelők, arra jutottunk, de ezek után lehet, hogy nyitott szemmel járunk. A gólyákat felismerjük, az a biztos. Igen, ugye az nagy könnyű, tehát ugye ez pont azt is jelzi, hogy ugye ezek a madarakon nincsen műholdas jeladó. Uh-huh. És az, hogy tavaly, ugye október-november között 212 madarat találtak 12 európai országban, ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban sok millió amatőr madarász járja a tájat. Aha. Az kell, hogy pont ott legyen egy madarász hozzáértő, belekerüljön a távcsövébe ez a madár, és tudja, hogy ez valami új, valami itt nem megfigyelhető. És örökítse meg, mert hogy nyilván ennek azért nagy nehézsége is lehet, hogy pont igen, akkor elkapjam azt a pillanatot. És igen, ezek közül a madarak, általában az a szerencse, hogy ezek a madarak jó eséllyel életükben nem láttak még embert. Tehát olyan világvégi helyekre jönnek, és ezért nagyon helyek lehetnek. Hát ez a Dániába felvett madár is gyakorlatilag ilyen 10-néhány méterre tartózkodott tőlünk, és ott énekelgetett, jött-ment. Tehát itt a magyar madarat nem sikerült ilyen jól lefilmezni, sajnos, mert mások voltak a körülmények. Tehát ebbe az is az extra dolog, hogy ezt egyáltalán megtalálták itt. Itthon sok a madárfigyelő és madárkövető? Aki... Egyre több. Elképesztő számban vannak. Ugye Dánia fele akkora mondjuk a kontinentális rész nézve, mint Magyarország, és Dániában olyan 3 millió olyan madarászt
lehet, akik úgy heti szinten kimennek és nézik a tájat. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon trendi dolog. Ugye most az ünnepek alatt leadták ezt a Vad Évad című filmet, ez az amerikai film, The Big Year. És kevesen tudják, hogy ez egy, nem egy játékfilm, tehát arról szól, hogy az USA-ban egy évat versenyeznek a főhősök, hogy hány madarat látnak. És ez a magyar rögvalóság is, tehát Magyarországon is vannak ilyen megszállott madarászok, és ez úgy működött, hogy miután az információ fölkerült a Facebookra, 14 másodperc alatt eljutott több száz madarászhoz, hogy másnap reggel volt, aki a román határtól vagy Szeged térségéből jött a Szentendrei sziget, és felkelt előtt egy órával, már ott fagyoskodtunk a mínusz 10 sok fokban, és vártuk a madarat. De hogyha jön egy információ néhány év volt, hogy Hollandiába lejött egy hóbagoly, akkor a magyarok is bepattannak az autóba, három nap nem alvás, nem evés, és mennek, és akkor számolják a madarat. Mi volt a legextrémebb, vagy legtávolabbi helye, hova mondjuk ön elment egy madár? Ja, én nem vagyok, én a kattantakat filmezem kattant módon, tehát én nem vagyok ilyen szinten. Én nagyon élvezem az egész szituációt, de a kollégák bejárják az egész világot. Tehát van olyan kolléga, aki néhány hét múlva indul Kolumbiába, Közép-Amerikába mennek, mert ott mit tudom én, Costa Ricába mondjuk négyszer-ötször annyi madárfaj fordulhat elő, mint egész Európában. Volt hasonló eset ehhez, hogy extrém fajok megjelentek mondjuk Magyarországon? Persze, azon rögtünk, hogy egy év és 14 nap január 1-én a Népligetben fagyoskodtunk ugyanígy, mert akkor december 31-én egy najmarigót sikerült találni, az is új faj volt. De hát múlt év végén egy fehér csőrű búvár is jött. Tehát ugye az van, hogy jön az ősz, akkor kirajzanak a madarászok, és az egészben az volt a legviccesebb, ugye, hogy mindenki munkahelyéről lépett le. Akkor beszélgettem ott a haverokkal, és mondták, hogy olyan megállapodás van a főnökömmel, hogyha fauna új faj jön Magyarországra, akkor beérhetek délre. Ez remek. Nagyon jó. Hát mindenkinek ilyen hobbit kívánok. És ilyen főnököt. Igen. Köszönjük szépen.